Jön tehát a 20. fordulóból az FTC Győr összecsapás. Az Audi Eto utolsó bajnokia még március 6-áról, amikor a Ferencvárosnál vizitelt a bajnoki címvédő. A meccs végül 34-34-es döntetlennel zárult, a zöldfehérek pedig majd 4 év után veszítettek pontot a hazai porondon. Szerdán este folytatódik az NB1 alapszakasza, az utolsó előtti fordulóban a székesfehérvári Alcoa FKC-t fogadják Görbicék. A kezdési időpont a szokottól eltérően nem 18, hanem este 20 óra. Érdekesség lehet, hogy Ambros Martin tanítványai a 700. góljukra hajtanak az FKC ellen, és erre meg is van minden esélyük, mert jelen pillanatban 672-nél járnak. Radicevic ember hátrányból lőtt gólt. Kovacsic, neki is megvan az első gólja. Az Eto internetes oldalán külön szavazás indult arról, hogy vajon kiszerzi a jubileumi találatot. Az eddigi években egyébként a tavalyi esztendő volt a legtermékenyebb, akkor a 22 meccs alatt 888 gólt dobtak a győriek. A mostani bajnoki tabellára pillantva az is szembetűnő, hogy a 3 ponttal lemaradt Fradinak csak 3 gól hiányzik a 700-hoz. Ebből az is kiderül, hogy ha Kovacsicsék győznek szerda este, akkor már biztos, hogy alapszakasz elsők, hiszen már csak egy pénteki debreceni meccsük van az alapszakaszból.